A válság közepette szűkül a kereslet a vállalkozások által kínált árukra és szolgáltatásokra, a finanszírozási lehetőségek folyamatosan csökkennek, manapság nehéz olyan terméket előállítani, amelyre van fizetőképes kereslet. A szegénység közepette a megye kis és közepes vállalkozóinak a többsége már utolsó tartalékait is felérte. Lassan már nincs mivel takarékoskodni, hiszen fűtetlen csarnokok, kevesebb foglalkoztatott és lejjebb már alig szorítható költségek jellemzik a KKV szektorban még működő vállalkozásokat. Gyakorlatilag az intézkedések egy része segítheti a vállalkozásokat. A törekvések, a kormányzati törekvések, szándékok általában jók, de a konkrét megvalósítás az úgy látom, hogy késik, illetve hát most áll előttünk itt a nagy rendszerek átalakításával kapcsolatos feladatokra. Gondolok akár az oktatásra, akár az önkormányzati helyzet változására, ami nyilván kihatással van és lesz a vállalatokra. A vállalatok életében nagyon nehéz helyzetet fog teremteni a minimálbér kezelése, és az elvárt béremelés ezzel összefüggő ügyeinek a megoldása, különösen azokban a térségekben, így Szerencs térségében is, ahol az átlag bérek alapvetően ugye azért a magyar átlag 60-70%-a körül vannak, és a cégek versenyképessége sajnos nem Közép-Magyarország vagy Nyugat-Dunántúl helyzetű, tehát ennek a kigazdálkodása egészen biztosan csak a létszám megszorításával, amit úgy gondolom, hogy részmunkaidő vagy a munkaidő csökkentésével fognak a cégek megoldani, hogy a szakmai stábot, a szakmai csapatot ne veszítsék el. Ugyanakkor folyamatosan problémát jelent a hitelnek a felvitele a kis és közepes vállalkozásoknak is. A kamarának az egyik sikertermékeként értékelték az elmúlt évben a Széchenyi kártyát. Mi a véleménye ebben az esztendőben, milyen lesz a kereslete termék iránt, illetve nyújt-e valódi segítséget ennek a szektornak? Én azt gondolom, hogy egyértelműen nyújt. Nem véletlenül beszélünk sikertörténetről, talán nem esünk túlzásba a saját magunk produkciója kapcsán is, bár ebben ugye sok szereplő vesz még részt a kamarán kívül. Elképesztő hitel méret kihelyezés történt az elmúlt években. Ugye nemrég ünnepeltük az 1000 milliárd, bocsánat, már én is nullákat téveztek, akkor a számokról beszélünk, kihelyezését, és hát több mint 150 ezer, most már mondhatom, több mint 150 ezer vállalkozás vette ezt igénybe. Folytatódni fog ez, hisz valóban a bankoknál látható hitel szűkítés folyik, a bankok nagyon óvatosak, valószínű forrás problémákkal is küzdhetnek, ezért a kihelyezhető hitelek mennyisége a banki szférában szűkül, és így a Széchenyi kártya talán az egyetlen mentőv, amelyik elérhető, és most már az agrár szektorban, ugye éppen szerencsém volt az elmúlt év végén az agrárkártya debutálása itt a mi régiónkban. Remélem, hogy nem csak a kereskedelmi ipar szolgáltatás, hanem az agrárvállalkozások körében is fog ez segítséget jelenteni. Nagyon-nagyon szorgalmazzuk az Európai Uniós források erősítése, gyorsulását. Van is rá törekvés, látom, hisz a pályázatok többsége kifejezetten a vállalatok számára van kiírva, és most már lassan a 70-80%-os támogatási intenzitást is eléri, ami a korábbi évekhez képest jelentős növekedés. Itt rettentő fontos lenne a gyorsaság. Nagyon elhúzódnak ezek a kifizetések, és hát látható, hogy a vállalatoknál nincs már tartalék ahhoz, hogy áthidaljanak akár pár hónapot is. Ugyanakkor az idei esztendő kihívásai között lehet még sorolni a kötelező kamarai regisztrációt. Mit jelent ez a vállalkozásoknak, és milyen feladatot jelent ez a kamarának? Hát valóban ez egy szintén egy nagy kamarai törvényi és hát feladat változásrendszer. Január 1-től minden bejegyzett vállalkozásnak, legyen egyéni vállalkozó vagy részvénytársaság, kötelezően regisztrálnia kell magát a kereskedelmi és iparkamarában, ez alól az agrárvállalkozások kivételek. Valószínű a agráriummal kapcsolatos jogszabályi feltételek bizonyos csúszás miatt később kerülnek majd meghatározásra, de ez azt jelenti, hogy Borsod-Abolcs-Zemplén megyében hozzávetőleg 40 ezer céggel számolunk, azért hozzávetőleg, mert ugye a felszámolás, csődeljárás, szüneteltetés és egyéb
helyzetű cégeket nagyon nehéz számba venni. Én úgy gondolom, hogy egy 40 ezer vállalkozásról van szó, tehát ennek a regisztrálásáról. A regisztrálásnak van díja, évi 5000 forint, ami a vállalatok számára a kamarába befizető kötelezettség. Ezért természetesen a kamarának szolgáltatásokat kell biztosítani, úgy mint az Európai Uniós forrásokhoz való teljes információs hozzáférést, ezt interneten fogjuk teljesíteni, üzletviteli tanácsadást, amelyben gyakorlatilag majdnem minden vállalkozás számára megszervezzük, hogy hogyan lehet az adózási jogi feltételrendszerekben, azt gondolom ez a legkritikusabb két terület segítséget nyújtani. És az is nagy előrelépés lesz, hogy valamennyi vállalkozó hozzáférhet a regisztrált vállalkozások listájához. De pontosan lehet majd látni, hogy egy-egy szakterületen, egy-egy régióban hány cég működik. Ezzel azt szeretnénk elősegíteni, hogy minél több helyi cég adjon egymásnak munkát. Volt ilyen törekvésünk, volt is némi siker, de sokkal nagyobb átütő erővel kellene tudni megvalósítanunk. És hát az első etap lezárása után elkezdjük kifejleszteni azokat a szolgáltatásokat, amellyel azt reméljük, hogy ez az adott bázis birtokában a cégek felé hasznos, használható, üzleti életüket, tevékenységüket segítő rendszereket tudunk kialakítani, ami forintosítható, tehát konkrét üzletekben is mérhető, de emellett nem tagadom, nyilván a kamara bele szeretne szállni abba a harcba, ami a fekete munka ellen folyik, a kontárok kiszűrésével kapcsolatosan folyik, meglehetősen sikertelenül teszem hozzá, azért, mert ez egyébként a többség legálisan működő vállalkozásnak az érdeke, hisz a versenyképesség az így korrekt, hogyha a működő érdemben működő adózó vállalkozások kapnak meg minden támogatást. A kamarának meghatározó szerepe van a szakképzésben, az országos képzési jegyzés struktúrájának a kialakításában, a követelmények meghatározásában. A szakképzésben előtérbe kerül a gyakorlati ismeretek elsajátítása, aminek elengedhetetlen feltétele, hogy a vállalkozások befogadják a középfokú intézetekben tanulókat, ahol elsajátíthatják a fortélyokat. A jó szakmunkás a nehezebb gazdasági körülmények között is keresett még a munkaerőpiacon.